Évek óta vehetnek részt az érdeklődők város történeti sétákon, amelyek segítenek topográfiai, illetve szoborismereti szempontból betekintést nyerni Tata különleges történelmébe. Ehhez most a Barokk Fesztivál keretén belül debütált egy sétafüzet, amely meg annyi érdekes információt tartalmaz. Kifejezetten a szoborséták vezettek aztán arra, hogy a sétát egy kis segédlet formájában is propagáljuk. Ezekre a városismereti sétákra igény is van, szükség is van. Máshol is rendeznek ilyen sétákat, Budapesten már egész iparág a városismereti, várostörténeti sétáknak a megtartása, de azt hiszem, hogy abban mi vagyunk az úttörők, hogy ezek mellé egy ilyen kis kalauzt, egy füzetet is tudunk ajánlani. A séták, a szoborséták közül elsőként talán a legfontosabbakat, a város barokk szobrait ajánljuk a sétálók, a városlakók és az ideérkezők figyelmébe. Négy ilyen nagyon fontos szobor van, amelyik önmagában is nagyon sokat árul el a városnak a barokk arculatáról, a barokk korszakáról, a felállítók, a készítők folytán azokról a szereplőkről, akik itt a 18. században, a barokk időszakában fontosak. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy valóban nagyon hasznos kis anyag, kis kalauz, talán a sétafüzet a megfelelő, hiszen ez a műfaj egyáltalán nem is létezett, én úgy gondolom. Nem csak a sétafüzetet ismerhették meg a Barokk Fesztivál eseményén a részvevők, egy rendhagyó előadást is meghallgathattak az érdeklődők. Ugye az első fejezet volt a kiállításnak a megnyitása, ahol az Eszterházy arcképeket mutatjuk be a közönségnek. Ugyanehhez a korszakhoz kapcsolódik a séta is, ami annak a korszaknak a helyszínein vezeti végig a résztvevőket. És egy kicsit ehhez tesz hozzá a mai előadás is, ahol kizárólag festményekről van szó, nem pontosan ugyanazokról a festményekről, akik itt van, amelyek itt függenek a kiállítóterem falán, nem kizárólag az Eszterházy ősök arcképeiről van szó, de mindenképpen olyan festményekről, amelyek az Eszterházy családdal, az Eszterházy kastéllyal, az ő mecenatúrájukkal, az ő korszakukkal, az ő berendezéseikkel összefügg. Az előadáson három egymástól eltérő festménnyel ismerkedhettek meg a résztvevők, de a három remek mű kitartó kutatást és izgalmas történetet rejt.